Lezárták a turisták elől a szerb főváros központjában található várfők útvonalait. A Kalemegdán park nevezetességeit kíséretével együtt tekintette meg a magyar köztársasági elnök Áder János. Kalemegdán neve a török időkből származik, jelentése a Párbaj vára. A küldöttség megnézte azt az emléktáblát, amelyet az 1456-ban a török hadak felett aratott magyar győzelem emlékére emeltek, és amelyen magyar nyelvű felirat is látható. A Száva és a Duna találkozásánál a történelmi események mellett az aktuális témákról is szó esett, például a Duna vízszintjéről és a nemrégiben levonuló árhullámról. A Győztes című Magyarország felé néző szobrot is megnézte a küldöttség. A magyar állam főszerbiai látogatásának első napja az elnöki hivatalban zárul, ahol Tomislav Nikolić szerb államfővel együtt vacsorázik. Szerdán a parlamentben tartanak díszülést. A magyar elnök ott ünnepi beszédet mond, majd Csúrogon és Szabadkán folytatódik a program.